Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, és természetesen azokat, akik az elmúlt fél órában is velünk voltak. Napirend után szeretnénk megbeszélni a testületi ülésen történteket, a döntések mozgatórugóit és azok következményeit. Nem szeretnénk újra játszani az ottani vitákat, de igenis szeretnénk megmutatni a véleménykülönbségeket. Igaz, ez a mai első műsorunkban egy picikét felemás lesz, mert hogy a BFE képviselői úgy döntöttek, hogy a fideszes képviselőkkel, Fidesz képviselőjével nem ülnek egy asztalhoz, mert hogy a Fidesz képviselői a legutóbbi testületi ülésen felálltak, és ott hagyták a testületi ülést. Itt van Löffler Dávid, fideszes képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt tudjuk, hogy azért vonultak ki, mert hogy az önök előterjesztéseit a testület nem vette napirendre. Utána később elhangzott a testületi ülésen, hogy azért nem vették ezeket az előterjesztéseket napirendre, mert ezek különböző beruházásokat, fejlesztéseket tartalmaznak, majd a részleteiről kérdezem. De ezeknek nincs forrása. Amit pedig önök megjelöltek, azok gyakorlatilag nem elkölthető pénzek, az nem igazi pénz. Akkor most mi az igazság? Köszöntöm szépen, köszöntöm a tévénézőit. Hát először is mi úgy gondoltuk, hogy a párbeszéd a legfontosabb, és azt tapasztaljuk, hogy a párbeszédre nem nagyon van lehetőség. Most például ez a műsor is arra jött létre, hogy itt párbeszédet kezdeményezzünk. Bakó Krisztinával vitatkoztam volna, beszélgettem volna. Itt van most a másik teremben, és nem tudunk leülni egy asztalhoz. Ugyanez volt a testületi ülésen is, azt láttuk, hogy nem tudunk leülni, vitatkozni, a mi előterjesztéseinket lesöpörték. Elhangzott az, hogy mi volt az indok. Most itt polgármester úr is kiadott egy nyilatkozatot, és abban benne volt, hogy azért kerültek le a mi előterjesztésünk, hogy az utolsó pillanatban érkeztek be, és ezeket a szakbizottságok nem tudták tárgyalni. De ezért el is hoztam a képviselőtestület meghívóját, minden testület ülés előtt van egy meghívó. És erre felkerülnek a napi rendek. Most itt meg szeretném mutatni, bizony előnök is kaptak ilyet, hogy ezen itt szerepel a 36-ostól, pontosabban a 35-östől, egészen a 41-es napi rendig. Ide van írva, hogy az előterjesztők az a Gáspár Béla, Öfler Dávid, Szokolovszki Márk. Tehát ezek a napi rendre föl lettek véve. Most még amit szeretnék ezen megmutatni, az a dátum. Szeptember 15-én lett kiadva, ez 8 nappal a képviselőtestület ülés előtt volt, és kiírta alá Bittinkoff Tamás polgármester. Viszont önök nyújtottak be ehhez módosítóindítványokat, nem? Igen, de nem előterjesztéseket, hanem módosítóindítványokat. És az egészen más. Mi azt kértük, hogy az eredeti előterjesztésünket tárgyaljuk, hogy tudjunk erről szakmailag vitatkozni. Akkor nézzük meg, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Ugye arról beszéltünk itt a Budaörsi TV-ben is néhány héttel ezelőtt, hogy a testület a költségvetésében félretett 300 millió forintot arra a célra, hogyha az iparűzési adóelőlegeket vissza kell fizetni, mert hogy túl töltötték a vállalkozók és vissza kell nekik adni, akkor erre legyen keret. Végül is ennyi megmaradt, tehát 300 millió forintot nem kellett visszafizetni. Molnár Gábor, a pénzügyi bizottság BFS elnöke volt itt néhány hete, ő azt mondta, hogy ebből 200 millió forintot szeretnének céltartalékba helyezni, méghozzá leginkább szociális kiadásokra, és azt nem elkölteni, ha csak lehet, hanem a jövő évben is megtartani, hogyha szükség lesz rá, akkor hozzá lehessen nyúlni, és marad 100 millió forint, ami elkölthető. Most akkor erről a 100 millió forintról beszélünk, és erre tettek önök javaslatot, hogy mire költsük el, és erre tettek a BFS képviselők is javaslatot. Mi 188 millió forintra tettünk javaslatot, szerintünk nagyon fontos dolgokra, és ezeket az előterjesztéseket igazából nem mi magunk találtuk ki, hanem a lakosok kerestek meg minket különböző igényekkel a városból. Itt bele is mehetünk konkrétan, mi szerettünk volna 4 darab közúti gyalogos átkelőhelyet. Itt jó lett volna, hogyha ebben a vitában elmondhatjuk az érveinket. Például a Csata utca az nekem eléggé szívügyem. Nem tudom, hogy mennyire ismerős. Csata utca az, amiről az autópályáról lejövő autóforgalom és az autópályára fölmenő forgalom találkozik, és a Hársfó utcából, az egyes számú iskolából a fiatalok jönnek át a McDonald's-a szemben lévő Adzsipkuti megállóhoz. Ott az elsős, másodikos gyerekek, vagy kicsit nagyobbak, ott próbálnak átjutni, ahol az autók éppen lejönnek nagy sebességgel az autópályára, vagy fölmennek, vagy kamionforgalom. És azt gondolom, hogy csomó olyan előterjesztés van, amire kell, hogy legyen pénze a városnak. Meg kell találnunk azokat a lehetőségeket. Ami akkor az is elhangzott, és ez is egy ilyen fájó pont nekünk, hogy az év elején elkezdődött itt a költekezés. Ugye hallottuk már, sokszor mondtuk már, hogy vannak ezek az alpolgármesteri autók. Eddig a város életében sosem fordult elő, hogy az alpolgármesterek külön autókat kaptak volna.
pont most, amikor azt mondja Vittinghoff Tamás, hogy nincsen pénzünk, spórolnunk kell, akkor pont most vásárolunk két új alpolgármesteri autót, amire a város életében még eddig sosem volt példa. Vagy itt van a polgármester úr autója. Abszolút nem irigyli senki tőle, sőt, járjon a polgármester egy klassz autóval, egy biztonságos autóval, egy jól teljesítő autóval, csak azt nem értjük, hogyha ennyire rossz helyzetben van a város, akkor hogy nincsen pénz gyalogos átkerülő helyekre, térfigyelő kamerákra. A térfigyelő kameráknál hadd mondjam el a Frankhegyet, ugye folyamatosan téma, hogy ott tűzesetek vannak. Legutóbb volt olyan, hogy 4 telek égett le egymás után, ha jól tudom. Meg a Frankhegyen azt közbiztonságot is ismerjük, hogy folyamatosan betörések vannak, folyamatosak az elkövetések, és mi erre is tettünk egy javaslatot, hogy térfigyelő kamerákkal bővítsük a Frankhegy biztonságát. Itt arról is szó volt, hogy különböző csapásokkal jönnek az elkövetők, és ezekre a csapásokra térfigyelő kamerákat lehetne kihelyezni, amivel meg lehetne őket fogni, meg lehetne előzni. Vagy esetleg, ha a tűzeset üt ki, akkor minél előbb tudunk reagálni. Na, ugye az is baj a Frankhegyen, hogy nincsen oltó víz, nincsen víz a környéken, ezért mire a tűzoltók eljutnak oda, vizet is visznek, addig egy csomó idő eltelik. És ne adj Isten, én nem szeretnék senkit se rémizgetni, Rihon egyszer indul a város felé a tűz, mert onnan fúj a szél. Igen, de pont a önök később, amikor a módosító indítványukat tették, és akkor ezt kérdezem is, azt mondták, hogy ha ez a pénz nem áll rendelkezésre, ha ezt a pénzt máshová akarják költeni, akkor vegyünk el máshonnan pénzt, és az egyik ilyen forrás, amit megjelöltek, ezt a polgármester említett a testület ülésen, az pont a frankhegyi nyomásfokozó volt, amit pedig évek óta szeretnének, hogy ott valamelyest megoldódjon, vagy elkezdődjön a megoldása a vízellátásnak. Igen, csak egy olyan tétel volt, ami még nem lett felhasználva. Megnéztük a pénzügyi jelentéseket, és az alapján értük a módosító előterjesztéseinket. De ettől függetlenül mi nem azon vitatkoztunk, hogy a módosítókat tárgyaljuk-e, hanem az eredeti előterjesztéseinket szerettünk volna, hogyha megvitatjuk. Ugyanis a 15-ös napirendhez, ami egy javaslattétel, ahhoz volt módosító indítványunk, hogy a következő évi költségvetésbe kerüljön betervezésre ez a 200 millió forint szociális kiadásokra, és akkor lett volna keret térfigyelőkamerákra, gyalogos átkelőhelyekre és a többi előterjesztésünkre, amit mind-mind a lakosok kértek tőlünk. Akkor még két előterjesztést hadd kérdezzek. 44-es napirendi pont, törökugrató polgárőrség idei támogatása. A törökugrató polgárőrség áttételesen kapott idén 1 millió forintot, de azt is úgy, hogy a régi budaörsi polgárőrség kapta meg ezt az 1 millió forintot, hogy majd továbbadja a törökugratói polgárőrségnek. Bilisics Péter itt volt a stúdióban, és azt mondta, hogy ő nem látja a jogi lehetőségét annak, hogy hogy tudná ezt a pénzt továbbadni. Most akkor erre jött az a válasz, hogy akkor kapjon külön pénzt a törökugratói polgárőrség? Igen, mert nem szeretnénk, hogyha bármilyen komplikáció merülne föl, pláne a polgárőrségnek, ami nagyon fontos szerepet tölt be, akár a frankhegyi tűzesetek, akár a templomtéri randalírozások, rongálások, éjszakai hangoskodások, ami a lakosságot komolyan aggasztja, ezeket a polgárőrségeket mindenképpen támogatnunk kell, és biztosítanunk kell a forrás számukra. Nehogy azért ne kapja az egyik polgárőr egyesület ebben az évben azért nem kapott támogatást, mert hogy a másik polgárőr egyesületen keresztül próbálta a várost támogatni, ami ezek szerint kiderült, hogy nem megoldható, és a mai napig nem kapták meg a támogatást. Erre volt egy ilyen javaslatunk, hogy akkor ebből a keretből kapják meg az ő támogatásukat, és ne legyen ebből tovább civakodás. 45-ös napirend civil szervezetek támogatására újabb pályázat kiírása. Az idei évben a különböző civil szerveződések támogatására kevesebb pénzt fordít a város, mint amennyit költött erre tavaly, de még így is jóval többet, mint mondjuk a szomszédos Érd, amelyik megyei jogú város. Legalábbis ezt a példát hozta fel a polgármester a költségvetés megtárgyalásakor. Most akkor úgy gondolták, hogy itt van a pénz, és akkor költsünk erre még többet, mert hogy megtehetjük? Maga Vágó Csaba kabinetvezető is úgy adta még régebben elő, hogy ha lesz pénzünk, akkor mindenképpen folytatjuk a civilek támogatását, hogy legalább a tavalyi évhez nagyságrendű támogatást megkaphassák. Hiszen Budaörs egy viszonylag gazdag város, eddig elég jó iparőzési adóbevételei voltak, a civilek meg a város lakókat jelentik, minden egyes civil egyesülethez tartozik egy budaörsi lakos. És szerintem nagyon fontos az ő tevékenységük, nagyon fontos, hogy minden budaörsi lakos megtalálja maga a civil egyesületét, és abban jól érzze magát egy közösségben. És ezeknek a közösségeknek a támogatása nagyon fontos. Most a civilek között itt vannak a nyugdíjasok. És a nyugdíjas egyesületek támogatása is csökkent ezáltal.
kevesebb kirándulásra tudnak elmenni, kevesebb pénzt kaptak és támogatást. Ezért gondoltuk, hogy mivel Vágó Csaba is az évelején elmondta, hogy ha látunk még forrásokat, akkor folytatjuk, lesz egy folytatás ennek a pályázatnak. Mi direkt nem is írtunk be egy nagyobb összeget, csak 5 millió forintot, amivel kevesebb lett a tavaly évhez képest a támogatás. Végül is a testületülésen nem hangzott el konkrétum ezekről a javaslatokról, tehát senki nem mondta azt, hogy ezek nem jó javaslatok, csak az hangzott el, hogy nincs rá pénz. Azzal viszont egyet értenek, amire most költötte a BFS többség a pénzt. Mondom, hogy születtek a határozatok a tűzkőhegyjárók rendbetételére, a felnőtt játszótér sporteszközeire, a tűzoltólaktanya felújítására, az is ugye áldatlan állapotban van már nagyon régóta, a kátyúzási keret 30 milliós növelésére, illetve újabb fedett buszvárók építésére. Ezek közül valamelyikkel is nem értenek egyet? Még azt is el tudom mondani, hogy volt közös előterjesztésünk, mármint, hogy az javaslattal közös, a BTG támogatását, a kátyúzási keretet mi is előterjesztettük, ott kértem is polgármester urat, hogy addig maradjon föl, amíg az övéket meg nem szavazzák, és utána természetesen az már nem elveszti aktualitását, ezt akkor még meg is értette. Csak utána sajnos a párbeszéd nem alakulhatott ki. Szerintem egy kicsit olyan állapotba került polgármester úr, hogy már nem értette meg, hogy mit szeretnénk kérni tőle. Jó, kátyúzáson nincs vita. A többin van vita? Nincs vita. Mi azt mondjuk, hogy ezek, amiket mi előterjesztettünk, ezek is a lakosok kérése, és ezekre is szüksége van a városnak. Ugye, amire a BFS többség fordítani szeretné ezt a 200 millió forintot, vagy félretenni, felkészülni arra, hogy hát, ha szükség lesz rá, ez a szociális kiadások. És az, hogy a szociális kiadásokra, a szociális területre többet kell költeni, ez a Fidesz kormánynak köszönhető, a szociális rendelet tavaszi átalakítása kapcsán teljesen új rendszer jött létre, és ha a város csak meg szeretné őrizni azt, amit korábban volt, zárója, az sem lehet teljes mértékben, akkor is sokkal többet kell erre a területre költeni. Sokszor elhangzik, bár még ezt mi nem látjuk, de itt ilyenkor meg szoktam említeni azt a hitelt, azt a 6 milliárd forintot, 6-os milliárd forintot, amit az állam átvállalt. Most ha csak azt számoljuk, hogy 200 millió forint esik ki a városnak, akkor az a 6 milliárdból, és a kamatokat nem számolom, 30 évre elegendő támogatás a városnak. De mi nem látjuk még, hogy ilyen plusz terheket róna a városra bárki is. És azok a beruházások, amelyekről a mai adásban is beszámoltunk, hogy állami feladatot vállal át Budaörs, és bővíti a Herman iskolát, hogy felépíti az Árpád utcai iskolát, ami nem lenne feladata, mégis bevállalja, csak azért, mert az állam erre nem akar, vagy nem tud fordítani? Budaörs mindig is bevállalt különböző feladatokat, mert ez egy gazdag város, büszkék vagyunk rá, hogy Innova City. Ennek ellenére például itt a Heimat Múzeum, amiről ha bejátszanak esetleg felvitelket, akkor látszik, hogy milyen áldatlan állapotok vannak. Erre is úgymond büszke a város, hogy van egy ilyen történeti múzeuma, és akkor jön ide valaki Budaörsre, és azt látja, hogy föl van állványozva, életveszélyes, áldatlan állapotok vannak. Úgy itt a gödör. Nekem is van több ismerősöm, akivel beszélgettünk arról, hogy én budaörsi vagyok, és elmondták, hogy jártak már Budaörsön, a sportcsarnokban voltak valamilyen rendezvényen. És mit láttak, amikor idejöttek? Egy hatalmas gödröt. Ez Budaörs, ez Innova City, egy hatalmas gödörrel, elkerítve egy ilyen kerítéssel, és egy ilyen már rozsdás reklámtáblával. Ez a gödör ugye is egy nagyon fontos szívügyünk, mert nem csak az ott élőknek okoz kellemetlenséget, meg a házaikról ne is beszéljünk, hanem egyszerűen Budaörs egy frekventált területén van, ahova rengetegen jönnek, ellátogatnak különböző sportrendezvényekre, és akkor még nem is beszéltünk az egyes iskoláról, ahol a diákok esetleg veszélybe is lehetnek, beeshetnek az árokba, vagy bármi esmi előfordulhat. A gödör az azt hiszem Solaris City lett volna, tehát igen, a gödör igen. Helyén megvalósuló valami. Innova City pedig a Herman iskolával szembeni üres telken, ami szintén téma volt a testületi ülésen, mert hogy a tulajdonosok képviselője gyakorlatilag egy ultimátumot terjesztett az önkormányzat elé. Önök már nem voltak ott az ülésnek ezen a részén. De megnéztük, visszanéztük. Azt hangzott el, hogy gyakorlatilag 1,2 milliárd forintért elővásárlási joga van az önkormányzatnak, ha ezzel nem él és ennyiért nem veszi meg a területet, akkor itt akár menekült tábor is lehet. Aztán szombaton sajtótájékoztatón cáfolta ezt a fideszes országgyűlési képviselő, hogy a kormányhivatalnak nincsenek olyan tervei, hogy itt menekült tábor legyen. Akkor mi történik itt? Mi van itt? Hát én teljesen ledöbbentem, amikor megnéztem ezt a felvételt. Ugye hát Csengez Zalán Zsolt elmondja, hogy Kállóczi Imre ezt már föltette ezt a kérdést, szeptember 11-én neki válaszolt, hogy itt semmilyen terv nincs menekült táborra. Viszont polgármester úr után elmondta, hogy hát ezt ők nem is ők találták ki, hanem jött egy úriember, aki a területnek a képviselője, aztán javított, nem a terület képviselői, hanem a felszámolói, aztán hozzátette Wittinghoff Tamás, hogy igazándiból nem tudja, hogy kicsoda.
Vissza lehet nézni a felvételt, Vitikov Tamás azt mondja, hogy nem tudja, hogy kicsoda az az ember, akinek ők szót adtak a testületi ülésen. De a testületi ülésen is elhangzott, hogy akár menekültábor lehet itt. A menekültábor is lehet itt. De kitől hangzott el? Vitikov Tamás se tudja, hogy kitől hangzott el. És az a furcsa, hogy bizottság ülésen múltkor felszállt volna a török ugrató polgárőr egyesület vezetője, azt mondta Vitikov Tamás, hogy nem adunk szót, mert nincs itt a másik fél. Ennek ellenére testületi ülésen volt a sajtó, szót adtak egy olyan embernek, akiről azt nyilatkozza Vitikov Tamás, hogy azt se tudja, hogy kicsoda. Én azt gondolom, hogy és Csengerzán Zsolt kérésre megértető, elmondta világosan, hogy sem Budaörsön, sem Pest megyében nem terveznek menekültábort, és aki jobban belegondolt, most Budapesten is felszámolják ezeket a zónákat, nem gondolja senki se komolyan, hogy itt menekültábort bárki is ki akarna alakítani, viszont ne riogassuk az embereket. És pont Vitikov Tamás, aki máshol se beszélt augusztus 20-ai beszédében is azt hangzott el, hogy be kell fogadni a menekülteket. Én néztem sokszor a Facebookot, és már csak azt vártam, hogy Vitikov Tamás mikor fogad be egy szírt családot, mint Gyurcsány Ferencék, vagy bármelyik volt pártársa, mikor fogadna be menekülteket. Én ezt megértem, hogy Csengerzalán Zsolt mondott, el is fogadom, de az is tény, hogy a szintén fideszes Tarlós István főpolgármester pedig azt mondta, hogy valahol Budapest környékén kellene ilyen menekültábort létrehozni, tehát Fideszen belül is véleménykülönbség van ez ügyben. Csengerzalán Zsolt világosan elmondta, hogy semmilyen terv nincs, nincs kilátásban, és hogy ne riogassuk ezzel az embereket, pláne ne adjunk olyan embernek szót, akiről, mint ahogy polgármester úr elmondta, azt se tudja, kicsoda, vajon milyen érdekből, miért mondta. Én arra is szeretném kérni a polgármesterurat, hogy ezeket a dokumentumokat hozza nyilvánosságra, amikre hivatkozik, vagy legalábbis nekünk, mert ne riogassuk ezzel az embereket, hogy honnan van egyáltalán bármilyen tudomása arra, hogy itt bárki ilyen menekültábort hozna létre. Lesz még folytatása ennek. A nézőknek mondom, hogy ne menjenek sehová, egy gyors helycsere, és Bakó Krisztinával, BFS képviselővel folytatjuk tovább. Önnek köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor folytatjuk tovább. Bakó Krisztina ül itt. Kezi Csokrom, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Miért nem ültek le együtt? Először engedje meg szerkesztő, hogy kijavítsam. Tehát nem arról van szó, hogy a BFE képviselői nem ülnek egy asztalhoz a Fidesz kivonulóival. Itt egyszerűen arról van szó, hogy mi egy asztalnál ültünk velük, egy szép nagykör alakú asztalnál, amiről ők fölálltak. Amit egyébként már ott az ülésen is elmondtam, és hogyha esetleg bent maradtak volna, hallhatták volna, hogy egyszerűen megdöbbentőnek találom azt, hogy valaki, aki arra esküdött fel cirka egy évvel ezelőtt, hogy a választóinak az érdekeit képviseli egy döntéshozó testületben, erről a képviselet lehetőségéről egy sértődés kapcsán lemondjon, tulajdonképpen becsapva és magára hagyva választóit egy ilyen helyzetben, hiszen hogyha kimegy arról a fórumról, ahol amúgy az érdekképviseletet el kellene látnia, hiszen ez kötelessége, esküdtet, még egyszer mondom, azt utána nehéz másképpen tekinteni, mint hogy nem akarnak ebben részt venni. Tehát, nekem az volt a benyomásom egyébként ott az ülésen, hogy, és aztán a később kiadott közleményükben is ezt olvastam el, hogy egyszerűen a polgármester úr egyik szóhasználatán megsértődtek, és mindenféle előzetes egyeztetés nélkül felpattantak, és elmentek. Magyarázat nélkül, tehát még csak be sem jelentették, és utána is jó időbe telt több órába, mire a választóikkal tudatták, hogy végül is mi történt. Tehát az a választó, aki a televízió előtt követte mondjuk a testületi ülést, és kíváncsi volt arra, hogy például az említett előterjesztéseknek mi lesz a sorsa, az magyarázat nélkül ott maradt, képviselet nélkül. Az a rosszabbik verzió, hogyha ez egyébként egy tervezett kivonulás volt, mert arra már gondolni sem szeretnék, ami ebből következik, hiszen egy kivonulás egy testület üléséről, hogyha tervezett és szervezett, akkor az egy nagyon erős üzenet, egy nagyon kemény üzenet, ami szó szerint azt jelenti, hogy nem ismerik el azt a fórumot, ahonnan kivonulnak, nem ismerik el azt a rendet, azt a rendszert, azt a fórumot. Nem akarnak vele együttműködni, a munkájában nem kívánnak részt venni. És hogyha ebben ők következetesek,
mint hogy nem azok, de hogyha következetesek lennének, akkor mondjuk innentől kezdve nem is jönnének vissza többet. Ha nem mondjuk például egy ilyen televíziós műsort találnak, vagy használnak fel fórumként, hogy ismertessék a véleményüket. De ez megint csak egy véleményismertetés mindaddig, ameddig a bizottságüléseken és a testület döntéshozatalában nem vesznek részt. De ha önök leveszik napirendről, akkor esélyük sincs, hogy elmondják. Miért nem lehetett azt megtenni, hogy napirenden hagyják, vitatkoznak róla, majd jól nem szavazzák meg? Akkor itt a másik dolog, amit tisztáznom kell, és én tényleg úgy készültem, hogy ezeket a papírokat, amik előttem vannak, nem fogom ide behozni, mert senkit nem szeretnék a képviselőtestület SMS-ének a különféle paragrafusaival untatni. De hát az a helyzet, hogy kénytelen vagyok elmondani, hogy a SMS-ben nagyon pontosan szabályozva van, hogy hogyan készül el egy testület, egy bizottság, képviselőtestület napirendje, miről és hogyan kell szavazni. Nem ártott volna a zárójelbe, hadd jegyezzem meg, hogyha ezzel mondjuk a Fidesz képviselői is tisztában vannak, mert ugyan már egy éve ülésezünk, és most már volt legalább 12 testületi ülés, én azért feltételezném, hogy egy év alatt sikerül legalább egyszer elolvasni azt a nyavajás SMS-t, de a történtek kapcsán meg kell, hogy állapítsam, hogy ez nem történt meg. Ugyanis, és most föl fogom olvasni, és tényleg elnézést kérek a kedves nézőktől, hogy ezt teszem, de az SMS-ben van 4 darab vonatkozó paragrafus, a 19-es paragrafus, amiben 3 bekezdés, a 27-es paragrafus abban 2 pont, a 28-as paragrafus, valamint a 27-es paragrafus 4-es számú bekezdés, ami mind-mind arról a helyzetről szól, ami a testületi ülésen előállott. Azt is elmondta egyébként a jegyző, tájékoztatta őket akkor, amikor a vita bontakozott ki a napirend megszavazásáról, de azt egyszerűen elengedték a fülük mellett, ahogy egyébként szokták, tehát elhangzik, hogy mi a szabály, hogyan kell a gombot nyomni, hogyan kerül valami napirendre, de minthogyha ez nem lenne leírva. Én örülnék neki, hogyha megkönnyítenénk a továbbiakban, hogyha mégis úgy döntenek, hogy mégis szeretnének esetleg visszajönni, és nem csak beszélni, hanem a döntésben részt venni, vagy megpróbálni befolyásolni a választóik érdekében a döntéseket, abban az irányban, amiben ők szeretnék, akkor talán el kéne előbb olvasni, hogy amikor elkészül egy napirend, az egy előzetes terv, a meghívón azok a napirendek szerepelnek, amiket a SMS-ben meghatározott határidőig elküldenek, és utána a testületnek még mielőtt megkezdődne az ülés, joga és kötelessége is a napirendekről dönteni. Tehát ilyenkor föl lehet még kérni valamit napirendre bizonyos keretek között, le lehet venni dolgokat a napirendről bizonyos keretek között. Tehát amikor azt állítja bárki, hogy ezek napirenden voltak, mert szerepeltek a meghívóban, akkor egyszerűen a tájékozatlanságáról ad bizonyítványt, mert azok nincsenek napirenden, akkor lesznek napirenden, amikor az adott testület erről úgy dönt. De itt most nem arról van szó, hogy, és ez édes gond, hogy van egy kis pénz, amit el lehet költeni. Önök el szeretnének költeni ABC-re, ők pedig DEF-re szeretnék elkölteni. És egy testületi ülés a legalkalmasabb arra, hogy ezt vitassuk meg, aztán a többség eldönti. Nyilván önök vannak többségben, tehát úgyis az történik, amit önök akarnak. Majdnem. Tehát amikor költségvetést érintő javaslatok kerülnek a döntés előkészítés fázisába, akkor miután a Fidesz frakcióban is akadnak olyan képviselők, akiknek a végzettsége vagy a háttere nem teszi lehetővé, hogy áttekintsék egy város teljes költségvetését, vagy annak a pénzügyi mozgásait követni tudják, ezért van egy szakmai háttér, egy szakmai csapat, aki segít nekik ezt megismerni és értelmezni. Én is tudok olyan javaslatokat írogatni, hogy honnan vegyünk el, és hogy ne vegyünk több gémkapcsot, meg nem tudom, meg konkrétan ilyenekről volt szó, hogy irodaszerből vegyünk el, meg nem tudom honnan. Azért az nem árt, hogyha ezt szakmailag a pénzügyi csapat áttekinti, és akkor el tudja mondani, hogy ez valójában mekkora összeg, stb. A módosító, amikről beszélgetünk, hogy ne ABC-re költsük, hanem CDR-re költsük, a módosító javaslatok azok egyébként is az ülés előtt sürgősséggel nem egészen egy nap alatt érkeztek be, tehát nem volt senkinek alkalma arra, hogy megnézze, hogy ezek egyáltalán tárgyalható, értelmezhető, tehát valós forrás megjelölő javaslatok-e vagy sem. Az előterjesztés, amiről beszéltek, az valóban megjárta már a bizottságot, de az is szabály, hogy a képviselőtestület elé olyan költségvetést érintő javaslat nem kerülhet, amely a pénzügyi bizottság nem tárgyalt meg. Egyszerűen annyi történt, ami szintén egy szabályos és teljesen jogszerű eljárás, hogy a pénzügyi bizottság elnöke szembesülvén a sürgősségi indítvánnyal, vagy a sürgősségi módosító indítvánnyal azt kérte, hogy a pénzügyi bizottságba vigyük vissza, és akkor ott majd vitatkozzunk arról, illetve én nem merem, annak a bizottságnak nem vagyok tagja, de vitatkozzanak a tagok arról,
fideszes, meg BFS, meg külsős tagok, hogy akkor ez a javaslat mennyire állja meg a helyét, vagy mennyire nem állja meg a helyét. Ezért értem, akkor már nem lesz meg a pénz, mert hogy önök elköltötték ezt a pénzt a testület ülésen. A fideszesek nem kifogásolják, amire elköltötték, tehát nem a tényekkel vitatkoznak, csak a formával. Az is egy érdekes kérdés, hogy elköltöttük-e azt a pénzt, amit szeretnének mások költeni, vagy nem költöttük el. És ez egy nagyon érdekes szituáció, ugyanis arról van szó, hogy ezek a javaslatok gyakorlatilag olyan pénzt kívántak volna elkölteni, amik le vannak kötve, tehát már el vannak kötve. Tehát vissza kell mennünk még egyet az események elé, hogy értsük a helyzetet. Arról van szó, ugye, hogy maradt egy pénzmaradvány, ahogy ez már elhangzott, és ennek a pénzmaradványnak az ide vagy oda vagy amoda csoportosításáról folyt a vita. Hogy a nézők is jobban értsék, ez kb. Úgy néz ki, mint hogyha tudom én, az apa 100 000 forinttal a zsebébe elindulna reggel dolgozni, illetve hogy majd vesz élelmiszert a családnak, meg befizeti a csekeket, és akkor mondjuk a gyerek délben kitalálja, hogy neki most azonnal kilukadt a cipő, és most azonnal kellene egy másik, vagy nem tudom, nem tetszik a cipő, és felhívja apát, mert hát úgyis van nála 100 000 forint. Most a kérdés az, hogy van nála 100 000 forint, amiből egyébként majd ennivalót kell venni a családnak, vagy nincsen. Tehát ez az a kérdés, amiről a vita folyt, és egyébként a jegyző ott az ülés elején tájékoztatta is őket arról, hogy valójában ezek olyan összegek, amiket megneveztek az eredeti előterjesztésben, amik tulajdonképpen nincsenek. Ez az egyik része. A másik része, a másik felosztás, amiről beszéltünk, amit mi javasoltunk, azok között ez a durván 200 millió forintos tétel, amelyet a szociális, népjólét, illetve oktatási célra szerettünk volna, és végül meg is szavaztuk, tartalékba tenni. Ez egy olyan összeg, ami nem azért van, mert hirtelen inkább erre tennénk el, mint másra, hanem egyszerűen tény, hogy jogszabály döntött úgy márciusi hatállyal, hogy az állam nem támogatja többé az önkormányzatokat a népjóléti szociális kiadásaiban, tehát teljes mértékben saját forrásból kell ezt megvalósítani. Amikor ez a határozat megszületett, a Budaörs 2015-ös költségvetését már elfogadtuk. Tehát kutya kötelességünk felelősen úgy dönteni, hogy a rászorulóinknak, akiknek a legnehezebb a sorsa, legyen forrás, hogy őket támogassuk jövőre is. Erre a pénzre tervezni mást persze lehet, csak annak a felelős gondolkodását, vagy a gazdálkodáshoz való felelős hozzáállását kénytelen vagyok itt megkérdőjelezni, és a demagógia bűnébe fogok esni, de konkrétan erről van szó, hogy inkább költene például a kivonulók társasága 20 kilovoltos, tulajdonképpen csak esztétikai problémát okozó vezeték föld alá helyezésére, mint hogy 200 milliót tartalékoljunk a város szegényeinek, rászorulóinak, betegeinek. Tehát én ezen egyszerűen így szóhoz sem tudok jutni, és úgy érzem, hogy ebben senkinek nem lehet kérdés, hogy mi a helyes. Akkor ha már demagógia elhangzott, egy másik vád is önökkel kapcsolatban, igen, hogy a zebrára, a gyalogátkelő helyre nincs pénz, bezzeg alpolgármesteri autókra van, holott soha ilyen nem volt Budaörsön. A zebrákkal kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor a Településfejlesztési Város Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén először elénk került ez a javaslat, akkor a bizottság egyik tagja megkérdezte Löffler urat, hogy ugyan mondja már meg, hogy a Csata utcában hol is lenne az a zebra, aminek a hiányát oly fájón emlegeti, és a képviselőre akkor is ott nem tudta megmondani, hogy hol is van. Akkor úgy veszem észre, hogy azóta elment a helyszínre és megnézte, de egyébként a többi megjelölt helyszín is mind olyan, amelyre amúgy nincsenek rendelkezésre álló jogerős tervek, amivel meg is lehetne csinálni. Tehát persze kell a zebra, szükséges, nagyon fontos, de megépíteni vagy elkészíteni csak akkor lehet, amikor az összes engedély erre rendelkezésre áll, és ezek a helyek, amik meg vannak jelölve, nem ilyenek. De meg lehet tervezni. Tervezni lehet, igen, van is, ami meg van tervezve, várunk különféle engedélyekre. Az összes többi javaslat, amit ők tettek, az ellen, bármelyik ellen is van kifogásuk, tehát gondolom vannak olyanok, például a térfigyelő kamerák, amikkel talán egyetértenek, csak azt mondják, hogy most nincs rá pénz. De mondjuk, de kérdezem, tehát ez kérdésként hangzik el. De mondjuk a törökugratói polgárőrség támogatása, vagy a civil szervezetek támogatása már nem biztos, hogy teljes egyetértésben van. Térfigyelő kamerák, ha már szóba jöttek, az is egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy és mindjárt vissza is térek erre, csak egyszerűen kénytelen vagyok szóvá tenni, hogy ezeket a vitákat lefolytattuk már a bizottságban. A bizottságban is egyértelmű válaszokat kaptak. Utána
ugyanezt a vitát lefolytathattuk volna a testületi ülésen is. Tehát most egy kicsit furcsán érzem magam, hogy harmadszor kell érvelnem és elmondanom ugyanazokat a tényeket, és noha párbeszéd hiányára hivatkoznak velünk szemben rendszeresen, de hogy én ezt egy süketek párbeszédének érzem, hiszen például a templom térfigyelő kamerák kihelyezését is kérik, mikor elhangzott már a bizottsági ülésen is, hogy ezek a templomtéri térfigyelő kamerák működéséről a kérelmezőnek, vagy az előterjesztés benyújtójának egyszerűen nincsen tudomása, nem tudja, megkérdezte tőle az egyik szakember a bizottság ülésen, hogy tudja-e, hogy hogyan működnek ezek a kamerák. Csönd volt a válasz, ugyanis a templomtéri térfigyelő kamerák jelenleg 360 fokban, azaz teljes terjedelmében belátják a templomteret. Én is tudok úgy előterjesztéseket írogatni, hogy leülök egy asztal mögé, és kigondolok valamit, ami nagyon szimpatikus, vagy beszélek a sarkon Béla bácsival, vagy Marika nénivel, és akkor abból előterjesztést készítek. A bizottsági ülések után is, és az elmúlt egy évben több ízben is, a testületi ülésen is elhangzott már, hogy nem ártana a konstruktív munka ideális szintjének eléréséhez, hogyha előterjesztéseket a Fidesz frakció részéről úgy nyújtanának be, hogy azt korábban megnézik, hogy valójában miről is szól az előterjesztés, és hogy azt például, ha megvalósítható, és ha szakmailag is körbe van járva, akkor nagyobb eséllyel el lehet fogadni. Tehát sikeresebb képviselő lehetne bármelyikőjük, hogyha csupa olyasmit nyújtana be, amit például korábban már egyeztetett a szakmával, ad abszurdum, elmenne például a helyszínre. Van egy olyan javaslat ebben a javaslatcsomagban, amiről egyértelműen látszik, hogy ez egy éves javaslat, amit egyszerűen elővettek a fiókból és leporoltak, és az előterjesztője, Löffler Dávid, a helyszínen nem járt azóta, amióta kiderült, hogy akkor arra nem volt pénz, mert azóta okafogyott az, ami az előterjesztésben szerepel, nem véletlenül nem emlegetik semmilyen fórumon. És a civil szervezetek támogatása, vagy a polgárőrség támogatása? A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban azt is elmondtuk már több helyen, hogy a civil szervezetek támogatásával kapcsolatban egy teljesen átlátható rendszert szeretnénk a következő évtől bevezetni, amiben a pályázatoknak, illetve a pályázatok elnyerésének egységes rendje van, amit évente egyszer adott keretek között lehet majd elérni, megpályázni, és ennek érdekében nem szeretnénk ezügyben adhok megoldásokkal operálni, illetve lehetőség szerint a költségvetési sorokról az úgynevezett nekem jár támogatásokat ugyanolyan átlátható rendszerben szeretnénk adni, hogy mindenki számára korrekt módon lehessen ezeket a támogatásokat nyújtani. Akkor beszéljünk arról, amire most pénzt szavaztak meg. Tűzkőhegyárok rendbetétele, felnőtt játszótér sportközt eszközei, tűzoltólaktanya felújítása, kátyúzási keret, illetve fedett buszvárok. Ezek olyan korábbi tervek, legalábbis ez hangzott el a testületi ülésen, amelyet már régóta terveznek, csak nem volt rá pénz. Mint amikor egy lakásban már régóta tervezzük, hogy kifestjük a nagyszobát, de nincs rá pénz. Most, hogy találtunk rá, na akkor most gyorsan csináljuk meg. Ezek olyanok többségében, amik vagy már megkezdett munkák, és sokkal lassabban lehetett volna, vagy újabb költséget generáló módon lehetett volna csak befejezni, ilyen például a felnőtt játszótér befejezése, mert az első ütemet azt elkészítette a város. A második ütembe kerültek volna azok a munkák, amikre most a pénzt odaadtuk. Amennyiben viszont a második ütem időben nagyon elhúzódik, akkor az újabb költségeket generált volna, mert akkor több munkával járna. Tehát tulajdonképpen így olcsóbban lehet befejezni, mint hogyha az eredeti nadrág szíszorítós megoldás szerint csináljuk meg. Vagy itt van például a fedett buszvárok kérdése. Azt szerintem elég régi ügy már, hogy, és azokra tervek is megvannak. Én szerintem nagyon jó, hogy erre most találunk pénzt, kifejezetten most a rossz idő kezdete előtt. Én se szívesen átsorgok zógó esőben a buszra várva, hogyha erre van lehetőség, akkor miért ne csináljuk meg. Ez nem mellesleg mondjuk egészségügyi prevenciós tevékenységnek is tekinthető, mert kevesebben fognak megfázni, és lesznek betegek, hogyha nem áznak el az esőben. A testületi ülés most úgy zajlott, ahogy még soha, hogy egyetlen egy szervezet képviselője, a BFE képviselői ültek ott. Egyrészt minden rendben volt jogilag, hiszen önök határozatképesek voltak, és minden döntést meghozhattak, hiszen minősített többségük van a testületben, tehát akár költségvetést is el tudnak fogadni. De ez kicsit olyan visszás, hogy gyakorlatilag ellenzék nélkül ülnek ott. Zárójel, Császárné Kollár Tíma jobbikos képviselő nem azért nem ült ott, mert hogy nem értett volna valamivel egyet és kivonult, hanem egyszerűen beteg volt. De a helyzet az akkor is érdekes. Igen, és én nem örülök annak, hogy így van. Ugyanazért nem, mint az elején is mondtam, hiszen
a városban nem csak olyan emberek élnek, akik a BFE képviselőjelöltjeit juttatták a testületbe, hanem olyanok, akik a Fidesz pártra szavaztak. Igaz ugyan, hogy nem azokra, akik most a testületben ülnek, de ez egy más történet, és már túl vagyunk rajta. Én nagyon remélem egyébként, hogy méltónak bizonyulnak majd arra a bizalomra, amit egy évvel ezelőtt az ő szavazóik beléjük helyeztek, és átgondolják ezt a döntésüket, és élnek azzal a lehetőséggel, illetve azzal a kötelezettségnek megfelelnek, amit ez a felhatalmazás jelent. Napirend után a műsor címe, sok mindenről beszéltünk, leginkább azokról, amelyek a testületi ülésen vitás kérdések voltak. De ugye ilyenkor mindig felmerül, hogy mi az, amiről nem volt vita, amiről nem volt hozzászólás, mégis jelentős. Ön szerint mi az, ami jelentős volt még? Volt több ilyen is, én nekem nagyon nagy öröm, hogy előre tudtunk lépni. Budaörsváros sok óvodájában problémát jelent az óvópedagógus, óvodapedagógusok létszámhiánya. Ugye más területeken is egyre nagyobb munkaerőhiány jelentkezik az országban, mert nagyon sokan a jól képzett fiatalok közül külföldön próbálnak szerencsét, mert itthon a lehetőségeik beszűkülnek. Ez Budaörsön is gondot okozott, és nagyon sok előkészítő munka után eljutottunk odáig, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem óvónökképző karával egy megállapodás születhet, amelynek eredményeképpen a budaörsi óvodák gyakorló intézményként tudnak majd funkcionálni. Ilyen formában egy talajt tudnak majd adni azoknak a fiatal óvodapedagógusoknak, akik, hogyha megszeretik a város és megismerik az itteni életet, akkor nagyobb kedvel maradnak majd itt, és nevelik majd magas színvonalon a csemetéinket. Zárójel, itt több pénzt is kapnak, mint máshol, mert a budaörsi pótlik, amit már nem így neveznek, de a gyakorlatban mégis van és létezik, és ezáltal itt az óvópedagógusok többet kapnak, mint az ország más települései. Igen, és nagyon remélem, hogy a most megszavazott 200 milliós jövő évi tartaléknak hála, ez a jövő évben is ugyanígy lesz, és az oktatási színvonaluk nem fog majd csökkenni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtam. Remélem, hogy a következő műsornál majd egy asztalnál ül már a két nem rajtam képviselő. Úgy. Köszönöm szépen. Köszönöm. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Ez volt az első Napirend után című műsor. Legközelebb majd november elején jelentkezünk ezzel a műsorral a következő testületi ülés után. Viszontlátásra!